Sziasztok, életem, sziasztok! Zöldséges krumplileves csinálok, drágáim, más nem tudok. Ilyen sima zöldség darabkákkal. Egy ilyen negyed kiló krumpli bundi, sokat nem. Még annyi se, csak mégis legyen valami leves között. Sziasztok, életeim! Sziasztok, kicsikéim! Hát a májpörköltöd meg ugye... Főztem ki kevéske kis tésztát, már nem olyan sokat, mint máskor, hogy 3-4 ember részére, nem. Többet ilyen nem lesz. Annyit kifőlök mindig, ami elmegy, vagy ami egy napig legalább tart, vagy azt még aprikálom. Nagyon sok tészta kiment. Úgyhogy állataink meg nincsenek, akik megennék. Szia, Nikikém! Drága csillagszórom, szia Niki! A májpörkölt tegnap óta ki, csak tésztát főztem ki hozzá, mert ugye van még rizsa, de mi vagy a rizsa, egy picikét kicsit sós, fűszeres lett, szós lett, így a pörköltet bővebbre raktam egy kicsit, hadd följön, hogy aztán így a spótolja elvegye a sós ízét. Itt, ahogy egy fél kiló krumpibút csinálok krumplilevest, már úgy, hogy nem sokat. Fél kilót se pucolok le, csak mégis krumplileves lesz. Enyhén zöldséges krumplileves. Így. Ez untig elég is lesz. Ennyi krumpli még maradt. Sziasztok, drágáim! Ezt elmosom. Hadd följön. Akkor azt mondja, hogy így.
Így, Nikikém. Így. Akkor... kóstoljuk meg a kaját, amit főztem. Akkor fogalmam nincs, hogy a bors hova tűnt. Kész. Sziasztok, mindenkit üdvözlök. Máj pörkölt tésztával. Ezt itt elkom. És ugye kis víz. Meg is mutatom, drágáim, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hellótok, sziasztok. Kusztusos, köszönöm. Szülői... szia, Szöllősi Karolina. Máj pörkölt, kis tésztával, de nagyon kevés, úgyhogy kb. Ennyit csináltam, egy tányérot, meg még ennyire való van. És ennyi. Úgyhogy csinálom a levest, még kétszer ennyi van, meg ott a rizsa, azzal majd kezdek valamit életeim. Jó étvágyat, jó vacsorázást mindenkinek, vagy bocsánat, jó ebédet mindenkinek. Igen, van benne Gergő. Úgyhogy gyerekek, ezt tudtam kihozni az egész dolgokból. Más nem igazán. Nézzük meg, hogy mit tudok alkotni. Kis kávé. Közben a leves az már föl, a krumpli leves zöldséges, vagyis a delikádos, vegyes zöldség, vegyes delikádos krumpli leves, vegyes delikádos krumpli leves, ilyen vegyes, meg is mondom nekik, ilyen apró darabkás zöldségdarabokkal szórtam bele, kis cénemetétte, és megvan a jó kis gyenge leves, krumpli darabkákkal. Jó étvágyat mindenkinek, jó ebédet mindenkinek.
finom. Még csak most eszek, drágáim, mert ugye sajnos nem is olyan régen keltem. Mit csinál Karolina? Jó étvágyt mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Én most ilyen, nem ilyen túl szaftosan csináltam. Köszi. Köszönöm. Tehát nagyon kevés tésztával csináltam, mert többet nem lesz, hogy annyit lecsinálok, hogy ott marad a hűtőbe. Nem. Kis leves csinálok a tésztem elé, majd a rizsával kiöklök valamit ma hónapra. És mivel, hogy van ilyen fagyasztott karaj, és darabka fagyasztott karaj, majd azzal alkotok valamit a rizsába. Tudom, Gergő, már leütöm őket, komolyan már leütöm őket. Igen, Karolinám, majd írok neked, Karolinám, hogy kb. Mikor tudnék menni. Köszönöm, drágáim! Tehát köszönöm, Gergő! Nem festettem ki magad, Gergő, úgyhogy nem tudom. Hát hát azért, Gergő, nem. Azért annyira nem. Hát egy-kettő itt repked bent, mert kintről jöttek be, de lótúró. Köszönöm, angyalkáim. Oké, Karolina, oké. Oké, gyerekek, akkor ha kész a leves, visszajövök, és megmutatom nektek. Addig előkészítem a hozzávaló dolgokat a leveshez, bár már föltettem, benne van a krumpli, amit csak kellhet, de még körbeidek, hogy hátra találok valamit hozzá még. Van benne a hagyma, egy fej hagyma, vörös hagyma, és puszilok mindenkit, jó étvágyt mindenkinek! Jó ebédet mindenkinek!